Következő vendégünk Molnár Tamás Levente, Németország szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönöm, reggelt. Hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát érthető módon, ugye most mindenki az Angela Merkel-Orbán Viktor találkozó mondatait próbálja elemezni, értékelni, hogy milyen gondolatok, mondatok fűződnek meg, mondjuk, vagy fűzhetetnek meg, húzódhatnak meg a háttérben. De előtte hadd kezdjem egy érdekes kérdéssel, ami ugye még a találkozót megelőzően került napvilágra, vagy írtak róla az újságok, hogy egy meggyengült Merkel és egy megerősödött Orbán Viktor találkozik. Ugye ez egy helytálló megfogalmazás ön szerint. Meggyengült Merkel, én már évek óta találkozom ezzel a kérdéssel, kifejezéssel, Angela Merkel mikor fog megbukni, mennyire gyengült meg. Szóval a nap végén mindig történik egy kompromisszumos megoldás, Merkel marad a helyén és a dolgok mennek a maguk folyamatában. Angela Merkel pozíciója német belpolitikában jelenleg, fogalmazunk úgy, hogy nem a legerősebbnek tűnik. Még akkor sem, hogyha most Seehoferrel megállapodtak a folytatás tekintetében? És nem csak Seehoferrel, hanem a tegnap esti koalíciós tárgyalások után, végül aztán a koalíciós partner szociáldemokratákkal is, és úgy tűnik, hogy kirajzolódik az a menekült csomagnak a képe, amiben most megállapodást értek el a különböző pártok. Valóban Horst Seehofer és Angela Merkelnek a vitája az most már több hetes volt a legutóbbi, de a kettejüknek az ellentét ez igazából hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza. Ennek volt az egyik legutóbbi állomása az elmúlt kéthetes csörte, aminek kapcsán múlt vasárnap végül Horst Seehofer belengedte, hogy visszalép, mint belügyminiszterként, mint pedig CSU-s, tehát pártelnökként. Aztán végül ezt egy feltételhez kötötte, hogy valamilyen áttörés érjenek el a német menekült kérdésben és menekült politikában. Aztán történt valami megegyezés az unió pártok, tehát a CDU és a CSU között, melynek kapcsán végül Horst Seehofer jelenleg most egy ilyen európai körúton van. Tegnap Ausztriában volt, hogy a bécsi kormánnyal tárgyaljon a migránsoknak a visszavételéről, amit aztán végül Sebastian Kurz, osztrák kancellár megmutatta neki az ajtót, tehát nem igazán mutatkoztak kompromisszumkésznek és megállapodásra hajlandóak. Lesz majd egy római út, meg lesz majd egy aténi út, valószínűleg ott sem fog nagyobb sikerrel járni, viszont a tegnap esti megállapodás, tehát ez most már a hármas, tehát a CDU-CSU-SPD megállapodás értelmében úgy tűnik, hogy a nyári szünetre végül valamilyen de beáll a nyugalom, és rövid ide a harmónia ismét visszaáll. Politikai hozadéka melyik személynek lett nagyobb ettől a találkozótól? Angela Merkelnek vagy Orbán Viktornak? Ugye Orbán Viktornak a választást, tehát a 18-as, a mostani áprilisi választást követően ez volt az első útja Berlinben. Legutóbb Berlinben, ha jól tudom, 2012-ben találkoztak, 15-ben volt egy budapesti találkozó is. Ez mindenképpen fontos volt egyébként, hogy a német-magyar kapcsolatokat, amelyek az elmúlt évben már sok kommentátor egy ilyen megrekedt kapcsolatnak titulált, azok most ismét úgy tűnik, hogy jó úton vannak, és legalább a párbeszéd kialakult a két vezető között. Ugye korábban ez volt a fő sérelem, hogy a 2015-ös szeptemberi eseményeket annyira eltérően értelmezte a két fél, hogy igazából a közös platform az nem volt meg. Legalább a jó dolgok, amik mennek, azok kibontásra kerültek, ugye itt a gazdasági kapcsolatok, kulturális oktatás, védelmi együttműködés, ezekről megállapod, illetve ezeket kimondta mind a két fél. Amiben nincs harmónia, vagy amiben nem van egyetértés, tehát itt a menekült kérdésről, migrációs gondokról beszélek, ott igazából egyetértetek abban, hogy nem értenek egyet, de legalább a párbeszéd megvan, ez mindenképpen fontos. Hát igen, hogy nem értenek egyet, de ugye az ügy kezelésében viszont mind a ketten egyetértenek, mármint hogy a migráns kérdés kezelését azt a jövőben is folytatni kell. Az azért egy fontos folyamata lehet az elmúlt éveknek, meg ennek a találkozónak is, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány ugye migráns kérdés, vagy menekültügyi kérdésben nagyon határozott. Tehát ő ugyanazt az utat járja, vagy a kormány ugyanazt az utat járja, mint amit 2-3 évvel ezelőtt ugye elkezdett. Németország esetében ez a folyamat, ez nem kezd felpuhulni egyébként?
német álláspont kapcsán, hogyha valaki követi a politikát, meg nézi a híreket, az elmúlt két évben az gyökeresen megváltozott. Tehát most már nem a 2015-ös állapotokról beszélünk, egyáltalán most már a menekültpolitikának a folyamatos szigorítása folyik, zajlik. Ez a tegnap esti megállapodás is ebbe az irányba mutatott, tehát szigorítják például a menekült szabályokat. Ugyanakkor megteremtik azokat a lehetőségeket, hogy legális úton be lehessen jutni Németországba. Még egyszer visszacsatolok a tegnapi megállapodásra. Egy bevándorlási törvényt, ami Németországban még nem volt, meg nincs is ilyen, egy ilyet szeretnék még ebben az évben meghozni. Ez azt jelenteni, hogy megteremtenik azokat a legális útvonalakat, legális módokat, hogy emberek, akik mondjuk nem tudom, szakmunkás, Németországban lévő szakmunkás hiány miatt szeretnének Németországba menni, nekik egy szabályozott keretrendszerben történhessen ez a bejutás. Ez például újdonság német politikában, és a Angela Merkel vezette CDU ideig mindig ellenállt ennek. Ők azt mondták, hogy elég egy munkaszerződés, tehát hogy ne az állam dönts el, hogy ki jöjjön, hanem a magángazdaság. Most már változás van, és az SPD ezt keresztül tudta nyomni. Ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott egy újságíró kérdésre, hogy 4-5 ezer, tehát naponta 4-5 ezer migráns érkezne tulajdonképpen akár Németországba is, hogyha nem kezelnénk úgy mi ezt a kérdést, nem lenne kerítés, stb. Ez reális számadat egy olyan esetben, amikor viszont a statisztika néhány tucat emberről tesz említést és mutat mondjuk napi szinten? Én számháborúban nem szeretnék belemenni, az nem az én reszortom. Vagy itt csak a miniszterelnök úr arra gondolhatott, hogy ha nem lenne kerítés, és nem ment volna ennek híre, nyilván a menekültek körében, mert ugye az egyértelmű, hogy ennek híre ment, akkor valószínűleg tényleg ennyien bombáznák mondjuk a magyar határt. Itt az elrettentés, mint olyan, az egy fontos eszköz szerintem, tehát, hogy nincsen, nem a nyitott kapuk elvét követi a magyar kormány, hanem a külső határokat védi, és a belső piacot, a Schengen elvédett belső piacot védi. Ez itt inkább szerintem itt jelzésértékű. Nem véletlenül kérdeztem azt öntől, hogy a politikai hozadéka melyik politikusnak lesz jobb ettől a találkozótól a saját országán belül, mert ugye Magyarország az ellenzék már hosszú évek óta ütötte a tamtamot azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor olyan kínos és kellemetlen, vállalhatatlan politikus az európai politikusok világában és országaiban, hogy vele már szinte senki nem találkozik. Most ugye itt volt ez az Angela Merkel találkozó, és nem úgy nézett ki, mint akik mondjuk elzárkoznának a magyar kormányfőtől. Ugye még egyszer, amit elmondtam, a fő problémáit a kettejük kapcsolatában igazából azon, hogy a 2015-ös szeptemberi eseményeket alapvetően máshogy értelmezi a két politikus, és többször történt egy olyan appelláció Angela Merkel irányába, hogy ismerje el, hogy a 2015-ös álláspontja az hibás. Igen, volt. De azóta Angela Merkel is gyengült, tehát a pozíciója is gyengült, más retorikát folytat, máshogy áll hozzá ugye a menekültügyi kérdéshez. Változott ugye a realitás, teljesen most már a helyzet, mint 2015-ben, azóta eltelt három év, meg történt nem egy, nem két olyan esemény, amely alapján a német közvélemény is gyökeresen megváltozott. Azóta felnőtt a CDU-CSU mellé jobbról egy AFD, 12-14%-kal most már második, inkább a másik, harmadik legerősebb német párt. Ugye az SPD-vel vannak, SPD-vel mérik őket lassan már azonos szinten. Belpolitikai hozadéka Angela Merkel számára az volt, hogy demonstrálja saját választói felé, hogy egy olyan politikussal is ki tud állni, és meg tud állapodni, mivel hogyha figyeltük a sajtótájékoztató, a sajtókonferenciát, akkor ott elmondásra került, hogy magyar fél alapvetően nem zárkózik el attól, hogy valamilyen megállapodás tető alá hoznak. Itt a megállapodás tartalmától függ, tehát igazából itt attól függ, hogy a német kormány, az osztrák kormánya milyen megállapodást fog tudni létrehozni. Itt a menekülteket, a migránsok visszavételével kapcsolatban, és akkor majd meglátjuk, hogy az osztrák-magyar álláspont az hogy fog majd alakulni. Szóval Angela Merkel számára az mindenképpen fontos volt, hogy a választói felé, még egyszer mondom, mutassa azt, hogy Európában azzal a politikussal, aki igazából az egyik legkövetkezetesebb és legkeményebb álláspontot képviseli ebben a témában, ki tud állni és meg tud állapodni. És még az is lehet, hogy egyébként, hogy a jövőben
sokkal több gazdasági kapcsolat, vagy akár innovációval kapcsolat épül majd ki a két ország között. És ugye azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen azért, ami Magyarországon van, egy szép, gyönyörű, nagy édesvízi tavunk, azt Balatonnak hívják. És nem Balkántúrnak, igen. Igen. Angela Merkelnél volt egy kis nyelvbotás. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm. Köszönöm szépen.